Tehát hogy hogyan ez a ugye van bizonyos fajta önkorlátozás, amit de vagy belenevelősz, vagy megszokod, vagy rájössz, hogy nem is olyan egyszerű. Mikor Amerikából hazajöttünk, előzőleg hazajövetelünk előtt befizettünk egy túrára Nyugat-Amerikába. Egy buszos körjáratra. És ebben a körjáratban ugye a Dávid, a Zsuzsi meg én vettünk részt, meg egy csomó idős ember, ugye, öreg házasvárok. És jártuk, mindenféle jártuk, Las Vegasban is sok helyen. És ezek ugyan nem voltak szegény emberek, de hát szóval nem lógott ki a segünk a nadrágból, de azért nem voltak gazdagok. És amikor az amerikai gazdagsággal találkoztak, ugye a sztároknak a aranybetétes autóival, meg a gyémánt kupolájú villáival, akkor büszkék voltak rá, hogy ez a miénk. Tehát erre nevelődni kell. Nevelődni kell, hogy a mások sikere is a tied. Tehát mink amerikaiak vagyunk, és én nekem ugye nem sikerült az életem, de ennek a sztárnak sikerült, és én arra büszke vagyok. És erre kell nevelődni, ennek amerikai kapitalizmusnak ez a lényege, ez a pszicha lényege. Európában és Magyarországon nem ez van. Ma ugye a sikeresek azt mondják, hogy te, aki, már mondtam ezt, már ma neked, te, aki nem vagy sikeres, tele vagy szarva, te rajtad átlépünk. Ez a... Hogy ezek a filmek, az öt film erről szól, ez a te rajtad átlépünk, vagy... De minthogyha erről is szólnának egy kicsit mosolygó és ironikusan, talán igen, nem tudom milyenek. Nem, miután én se ezeket a filmeket, se a 60 év előttieket nem nézem, vagy 50 év előttieket nem nézem, nem tudom milyenek. És akkor hogy? Miért kellene most csinálnod? Hogy érzed, hogy nem most... Kellene? Nem tudom milyeneket. Kellene? Azt nem vagy tudom, miért szeretnél most... Ilyeneket csinálni? Már nem csinálnék ilyeneket biztosan. Már ennyire nem ironizálnék ezen, ami történik. Ha nem? Hát most már megint komolyabb lett a történet, mert ugye ez nem... Szóval ez a 20 év, ami itt történt, szóval nem volt ennyire vérre menő. Vérre menő volt, csak nem lehetett ennyire érezni a vér. Tehát ma ugye, mert annak idején az elnyomás korszakában, ott tudtad, hogy kivel az szemben. Volt az elnyomó gépezet, és voltak vele szemben azok, akik elnyomást el kellett viseljék. Ma is ilyesmi lassan fönnáll, lassan elkezd alakulni, a mechanizmusa más, mint annak idején. Tehát nem feltűzött szuronnyal állnak veled szemben, hanem más módszerrel. És ezt a módszert kell ábrázolni, meg kell, vagy nem kell. Erről szól ma a történet. És gondolkozz ma a filmekről? Nem volt a történet, nem pont ilyen volt. Szóval ironikusabb volt, meg lehetett volna más is. És gondolkozz filmekről? Hogy? És gondolkozz filmekről, történet? Csak filmekről gondolkodom, de mert hát ez a borzalmas, hogy ez a szakmám, mert ha író lennék, akkor írnék, vagy ha festő lennék, akkor basznék a vászorra valamit. De nem lehet ez. Nem ez a szakmám, tehát nekem muszáj azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha.
Uh-huh. De ha mi lenne, ha az nagyon-nagyon, nálunk nagyon-nagyon drága mulatság. Tehát egy egyszerű film is $1 millió körül van. Uh-huh. És az pedig már nagy pénz nálunk. De mégis miről gondolkozol? Milyen történeteid? Nem, hát a témát nem elsz. Nem csak babonából nem mondom, mert hiába mondom a témát. Hát, és ha nem, akkor mi van? És elmondtam azt, hogy ja, hogy miről álmodok. Miről álmodik a lány? Ja, hogy jön egy királyfitán, hófehér paripán. De teszel lépéseket, hogy filmet csináljál most? Hát, hogy filmet csináljak most, az nem ilyen egyszerű. Hát először is én nem vagyok egy ilyen könyökös filmes, szóval én nekem, hogy amikor filmeket csináltuk, az főleg Erdádi hajtott, aki belőlem is, meg másokból is, olyan Gyula rettentes nagy szervező volt, meg uh-huh. nyomuló. Ő volt a fő ilyen nem is tudom, mit a menedzser. Én meg nem ilyen vagyok, tehát ugye a legutolsó filmet csináltam, nem Kappa Pepe volt már, hanem ugye egy ilyen Mátyás király parafrázis volt. Azt úgy készült, hogy ide jöttek hozzám, és ugye beszélgetés során rádomáltak, hogy csináljon meg. Vagy én domáltam rá magamat. Ez ebben a reneszánsz évben volt, és ennek a kapcsán volt. Hogy? Ez a reneszánsz év. A reneszánsz év kapcsán volt, de hát nem akkor készült, hogy uh-huh. mégis nem hivatalos. Szóval nem hivatalos reneszánsz év. Na, akkor, hogyha most ilyen babonából nem akarsz mondani, hogy mi lenne a téma, nem de babon, mihez? Nem babon, ez nem is, hát gyakorlati okokból nem. Hát most milyen fasznak mondjam el? Amikor nem valószínűleg lesz belőle valami. És minek álmodozzon? De most, hogyha régi filmjeidhez hasonlítanád, mondjuk, hogy tehát milyen filmet kellene csinálni? Nem, ezt meg szokták kérdezni, hogy ja, valaki meg...